Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és itt vagyunk Tokióban, Meguro-gava, ez egy folyó, patak, kettő között valahol, ami így keresztül hasít Tokión. És itt a folyó, legyen folyó, a két oldalán tele van cseresznyefával, egyébként ez így egész Japánon belül a leghíresebb hely, ahol így a cseresznye virágzik. És elkaptuk a jó időt, tehát nagyon úgy néz ki, hogy kicsit borús, tehát lehetne jobb is, de lehetne sokkal rosszabb is, mivel hogy nemrég ugye esett az eső, és most így csúcsvirágzás van, tehát most úgy döntöttünk, hogy most ide jövünk, és ezt így lekamerázzuk. Ezek a cseresznyefák, annyit azért még tudni kell, hogy nem lesz belőlük termés, tehát csak a virágok miatt, utána, hogy levirágoztak, utána annyi, tehát kijönnek a levelek, és de nincsenek rajta cseresznyék. És igen, csak szép, tehát az emberek ilyenkor általában így a fa alatt piknikeznek, stb. Iszogatnak, meg ilyenek. Ennyi elég a dumából, aztán nézzük meg, hogy mennyire gyönyörű ez a szakura. Yeah.
Sziasztok! Még úgy néz ki, hogy ez lemaradt így a videóról, úgyhogy ezt már így itthon épségben hazaértünk, és egyébként nagyon nagy szerencsénk volt, mivel hogy utána elkezdett esni, és most így elég szépen esik, tehát ténylegesen csak annyit tudok mondani, hogy szerencsénk volt. Aztán így még így otthonról, amint láthatjátok, vettünk egy pár dolgot, ezek mind ilyen cseresznyevirágos dolgok, amiket külön így erre az alkalomra készítettek, tehát csak most lehet kapni. Így aztán gondolom, hogyha elraknám őket, és 2 hónap múlva feltenném az internetre, akkor valami nagyon durva összegekért el lehetne adni, de nem ez a kenyerem, tehát el fogjuk fogyasztani mindegyiket. Itt van mellettünk ugye jó barátunk is, ő nem szakurás, de és a kutya sem. Nos, akkor nézzük végig, ez az egyik, ez a makaron, ennek az az érdekessége, tehát ez is ilyen szakura ízesítésű, mindjárt kicsit közelebb hozom. Tehát így néz ki. És ez a híres Párizsban készült makaron, na most, hogyha valaki tudja, a párizsi makaronok nagyon híresek, és ezt Párizsban egy japán emberke készítette, úgy hívják, hogy Aoki-san, tehát így még duplán értékes, és azt mondják, hogy nagyon-nagyon finom, kóstoljuk meg. Nem tudom pontosan, mert úgy eredetileg önmagában, hogy a cseresznye virágnak milyen íze van, de biztos, hogy azt tudja, hogy édes. Ettünk már Párizsban is voltunk, akkor is ettünk makaront. Édes és rózsaszín. Nem tudom, hogy finom-e, finom. Finom, de én inkább nem. Inkább a lányom szereti, tehát ezt majdnem, hogy az összesítől fogja megenni. Tehát ez volt a makarom. Aztán vettünk egy bort, ez pedig egy japán bor. Ez is csak így erre az időszakra készült, a cseresznyevirágzás. És ebben is van arany, ezt is megmutatom közelről. Tehát így néz ki. Cseresznyevirágok vannak rajta. És amint lehet látni, ott alul úszkál az arany, kicsit így megforgatjuk. És így olyan, mintha szerintem a virágnak a hullásáról kapták ezt az ihletet, hogy aranyat tegyenek bele, mert mivel hogy az aranynak semmi köze igazából így a cseresznyevirághoz, csak így ahogy így megpörgetve néz az ember, így tényleg olyan hatása van, mint amikor elkezdenek hullani a virágok a fáról, tehát érdekes, jó pofi. Nem tudom, hogy milyen az íze, most nem fogjuk meginni. Aztán van még egy, ez viszont már pezsgő. Ugyanaz a cég, azt hiszem a Rose. Nem akarok nagyon hülyeséget mondani, nem. Ez egy másik, ez más, totál más. Tehát ez viszont a Rose-nak a jó pofisága, ennek még a csomagolása is, van rajta egy ilyen, hát egy ilyen lifegős, tehát ez így ki van vágva, nem tudom, hogy mennyire lehet látni. És úgy önmagában a dobozon is, mindjárt kikapjuk innen a dobozból, tehát így néz ki a doboz is önmagában, jó pofa. És ebbe, igen, ez egy ilyen kicsit rostélyos, hogyha lehet látni, hogy úszkálnak benne a nem levelek, hanem ilyen kicsit szirupos, tehát ebben is úgy néz ki, nekem én nem tudom, de nagyon úgy néz ki, hogy igen, ebbe ténylegesen viráglevelek is vannak. Ez jó pofa. Aztán ez egy ausztráliai pezsgő, amit megint csak ugye, hát ez ennek semmi köze így önmagában a szakurához, csak így a külső bevonatát, most így egy ilyen különleges alkalomra elkészítették, nagyon-nagyon tuti. Ez a, hát a legesleg populárabb, hogy úgy mondjam. Tehát egy legfelkapottabb, a legtöbbet adnak el belőle. Jól néz ki.
Tomoyuki Yonezu, tehát ezt is egy, hát egy japán emberke, ugye, dizájnolta, tervezte ezt a borítást. Ezen belül vettünk két teát. Ez az egész majdnem, hogy állítólag, tehát virágokból áll, tehát ténylegesen cseresznye virág tea, így néz ki, amikor belerakja az ember állítólag. Ebbe pedig csak úgy valamilyen mértékben van benne, és gondolom, hogy így ízesítve is van, de ez viszont, ezt most nem fogom kinyitni, mert ezt a lányomnak vettük, majd megengedem neki, hogy ő nyissa ki, az övé, de a makaromból ettem egyet. Hát nagyjából ennyi, aztán árultak még Coca-Colát is, de az nem tudom, azt annyira nem, majd lehet, hogy később veszünk egyet, fogalmam nincs, meg aztán még árulnak, ugye egyszer felraktam egy videót a sörkóstolásról, tehát a söröknél is vannak ilyen szakurásak, az már viszont így az egész Japán területén lehet kapni. Ezeket nagy részt itt-ott, valamelyiket mindenhol lehet kapni, valamelyiket csak ott Tokióban, stb. Tehát ennyit vettünk, és majd nem tudom, alkalmattán valamikor elfogyasztjuk őket. Hát akkor ennyi volt a szakurás dolog, és megint csak azt tudom mondani, hogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, dobjatok egy lájkot, és találkozunk a következőben. Ja, és még mielőtt elköszönök, kérdezgetitek, hogy mi van a komment reppeléssel. Igen, hát úgy azért dolgozni is kell közben, tehát dolgozunk ezerrel. Ez a szezon így egyébként is egy eléggé pörgős szezon, tehát különböző dolgok, ugye a paradicsomokat is ugye nézni kell, stb. Gondozni kell őket, aztán ugye itt a tavasz, ültetjük el a nyári zöldségeket, és így, de így esténként, meg aztán motorozni is kell egy picit, és igen. Sok hobbim van, azt tudjátok. Tehát, de így ezen belül így alakulnak a dolgok nagyjából. Nagyon sok kommentet sajna nem tudok felhasználni, mivel nem tudom, csak úgy valahogy nem passzol a zenéhez. Lehet, hogy a zenét kellett volna felraknom, hogy hozzá tudjátok egyeztetni, ez az én hibám volt, de majd valamit összehozok belőle. Sziasztok!